A Dunaveti Folklor Fesztivál mintájára jött létre az első Csódi Sándor népművészeti találkozó. Igaz, ezúttal nem a világ minden tájáról érkeztek a táncosok, hanem a térségből. A fesztivált az Országos Népművészeti Szövetségekkel, a határon túli magyar népművészeti szervezetekkel, valamint a helyszínek rendező egyesületeivel együttműködve a Martin György Néptánc Szövetség hívta életre. A fesztivál egyik fő célja, hogy a nagy nyilvánosság előtt bemutassa a népművészeti mozgalom tömegességét. Ahogy itt körülnézek, és majd 1000 népviseletbe öltözött fiatal néz vissza rám, úgy hiszem, ezt a pontot már is kipipálhatjuk. Van azonban még tennivaló bőven. Büszkék vagyunk rá, hogy Szekszárd egyike azon 30 hazai és határon túli városainknak, melyekben a nagy nyilvánosságnak is lehetősége lesz most megismerkedni a magyar népművészet kiemelkedően magas színvonalával. Minden helyszínen az ott tevékenykedő Néptánc Egyesület szervezte a lebonyolítást. Matokni Kapási Julián, a Csódi Program hálózatának Tolnamegyei referense azt mondta, érezhető a szakmai fejlődés a csoportokban a program beindulása óta. A Csóri Sándor program támogatása adott egy óriási lendületet, mert voltak együttesek, akik semmiből tartották fönn magukat, és aztán ez a lendület nem csak anyagi fejlődést, hanem szakmai, óriási szakmai fejlődést hozott továbbképzésekkel és mindennel, és hát most a minőség, szerintem mindenki ugrott egy-két minőséget. Zsiko Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke azt emelte ki, a nemzeti identitás megtartása a következő ezeresztendő záloga. És a nemzeti identitásunkat a néptáncon, a kézműveskedésen és a népzenén és a népi éneklésen keresztül tudjuk megtartani. Ez a mai nap egy jó példája annak, hogy a Csóri Sándor program hogyan tette lehetővé azt, hogy egyébként nehéz helyzetben lévő együttesek, egyesületek, akik népzenével, néptánccal foglalkoznak, kormányzati támogatással tovább tudjanak fennmaradni. Nagyon fontos, hogy aki ebben a művészeti ágban tevékenykedik, találkozzon egymással. A Csóri program segítségével a műfajban dolgozók jelentős segítséget kaptak. Ez a néptánc ünnepe, úgy gondolom, mivel hogy felfedeztek minket újra, megkapjuk a támogatásokat, azokat a támogatásokat, amellyel újraéleszthetjük a népi hagyományokat, a csoportokat, szépen tudjuk dolgoztatni, úgyhogy teljes mértékben nagy boldogság nekünk, hogy itt lehetünk. A nap folyamán a város több pontján mutatkoztak be a résztvevő egyesületek, de a rendezvény részeként megismerkedhettek az érdeklődők a környező települések viseleti kultúrájával is.